Instagramot vagy egyébben a felületeket használjunk arra, hogy közvetítsük azt, amit, amit csináltunk. Uh-huh. És ezt még mindig szívesen is teszem. Uh-huh. Ezt hogyan képzeled egyébként? Tehát mi az, ami szerinted mondjuk egy ízigvéri építész lelkivilágának még úgy oké lehet, hogy elfogadható mondjuk ezen a felületen tenni? Hogy tudod ezt elképzelni? Ezt szerintem előkerült a napokban, hogy ne legyen túl sok. Én azt gondolom, hogy egy ízléses poszt, egy két-három sorra kiegészítve, vagy akár egy albumban 3-4 fotó az éppen aktuális elkészült projektre, aminek mi örülünk. Én szerintem ez egy olyan egészséges szint, amit bárkinek a jobbra befogad, még annak is, aki érted, nem kíváncsi valamiért arra az a dologra, vagy nem nincs annyira egy belefolyása, vagy rálátása az építészetre. Még az is érdekes, hogy egyébként nagyon sok megrendelőnk úgy kezdi az első megbeszélésen, hogy ő szeretne bekerülni ebbe az építészportába, meg abban, nem tudom, design felületre online, mert hogy szüksége van a saját cégének, a saját brandjének arra, hogy ez a design relációban megjelenjen, mint top projekt. Tehát, hogy például ez, és ezt most a marketing tevékenység kapcsán mondom, hogy mivel kommunikáljuk a projektjeinket, van, aki kimondottan ezért jön, vagy egy nyilván szeretne egy minőségi munkát, de hogy nyilvánosságot is. Ezek a csodon milyen jelzést akkor csináltok ilyesmit, vagy milyen jelzést megjavlatok, amikor ezt itt váljátok? Na, a Facebookra tudunk egyet. Ez nagyon jó az, hogy... Mindenképp posztolunk is, és egyébként én abszolút egyetértek azzal, amit mondasz csodon, hogy szerintem ez az időnkénti megjelenés, és mondjuk beteszem egy aktuális munkájára egy-két dolgot, azt szerintem csak egészséges. Tehát én ezt nem gondolom kivalkodásnak. Engem az szokott már zavarni, amikor így minden, tehát a felkérés, akkor most ez így cégesre lehet tőle, de magán. De szerintem ez jó, hát ezt kell csinálni. Tehát ez nem is okoz fáradtságot szerintem magában kell. És akkor ezt jól értem, csináljátok is valamilyen. Igen, valami időnként, hogyha valami... Például belékeljük. Visszafogott mondjuk. Igen, de belékeljük a sajtó megjelenéseket, és akkor az egy jó adalék arra, hogy éppen mi van. Profilos módon is egy picit kitágítani ezt a dolgot, hogy ne csak így marketingre koncentrálni, vagy rendőri, és hogy általában, mert hogy azért végül is ez a beszélgetés sorozat most arról szól, főképpen egy kicsit új aspektusra, amit belépítészekről nem sűrűn szoktunk beszélni, hogy ki az, aki érvényesül, ki az, aki igazán túlélje, vagy ki az sikeres, ki hogy látjátok, ahhoz mi kell? Megfejtettétek már ezt a nagy titkot. Figyelj, szerintem... Erről sok válasz van. Igen. Valami ilyen szalonképesek, mondjál egy szíves. Amíg gondolkoztok, hagyd szóljak közben, hogy én meginterjúoltam egy-két építészt, és sokan azt mondták, hogy szerintük nincsen pénzügyileg sikeres építészeti vállalkozás Magyarországon. Nem, hanem hogy értetett, hogy nem tudnak annyi profitot termelni, amennyit mondjuk egy hasonló volumenű vállalkozás. Tehát, hogy rosszabb a profit ráta, vagy a megtérülés, vagy nem tudom én micsoda. És egy sikeres építésziroda mondta, tehát, hogy nem, tehát akit én azt gondoltam, hogy ők, na hát biztos van egy csomó tartalékuk, és jól vannak, és nem tudom én, nyugodtan nyugdíjba mehetnének. Tehát, hogy így... Ez engem nagyon érdekelne, hogy ti erről mit gondoltam. Szerintem a pénz és sikereket azt tegyük félre. Ne! Hát most azért mondjuk, hogy akkor elmondjuk a pénz és sikereinket. Tehát már nem voltunk veszteségesek, és ez tök jó hír. De hogy azért tényleg a válság az nekünk a tartalékokról szólt. Tehát ott volt egy pár elég, amikor egy abszolút mélyetülés, de akkor is azt gondoltuk, hogy ezek az emberek, akik ott vannak, azokat nem engedjük el. Tehát, hogy nem embereket, hanem próbáltam mindenkit ott tartani, hogy ez a közösség maradjon. És akkor mi is szorosabb lettük el a Lexiet, és amikor meg úgy adódik, hogy most már jobb, akkor mindenkinek igyekszem mutatást adni. Tehát mondjuk ennyit a pénzért, egyébként én azt gondolom, hogy nem egészséges a rendszer, mert amíg mondjuk egy ingatlanos jutalék a 5%, és ez tényleg így nem mondjuk az autókérnél, amíg a vitelvizés a díjunk soha. Igen, ez 5%-et, tehát ez tök kizetlen. Miközben a beletett munka, az meg nem így arány. Te egy házon dolgozol mondjuk 2-3 éve,
és akkor szóval ez mindegy, szóval te rendszerben valami nem stimmel szerintem, és valóban azt gondolod, hogy az építészek mert a hozzáadott értéke az több egyházban, mint egy ingatlanosok. Visszatérve a kérdésre, hogy mitől sikeres, szerintem nyilván vannak olyan sikeres építészek, akik olyan elméleti munkásságot is oda tesznek meg, ami fönnmarad. Mondjuk olyan személyiség, aki sokáig fognak emlékezni, mondjuk ilyen híres professzorok az egyetemen, akikről mindenki, aki tudott, vagy akiről tudunk, igen, mert mondjuk egy építésznek inkább a háza az, ami fönn kell maradjon. Tehát, hogyha van egy pár olyan ház, ami az, a, az akkor arra fogod tudni, hogy ezt a sikásra. Szóval az jó lenne, hogy nem bontanák le a házunkat, amíg én például, tehát hogy ne kerüljünk ki a szituációval, hogy ilyen sajnos valami építészekkel. Azért izgalmas ez a kérdésed, mert itt a hazai építésztársadalomban pont ezek a mechanizmusok azért az elmúlt években erőteljesen átalakulóban vannak. Mi, ha visszatekintünk, azért szerintem a sikereinket a tervpályázati rendszernek is köszönhetjük. Tehát volt egy elég hosszú időszak, amikor elég sikeresen tudtunk itt ezt pályázatokon szerepelni, és a nagyobb munkáink azok kivétel nélkül tervpályázatoknak köszönhetjük. Tehát akkor ez egy működőképes lehetőség volt. És főképp ezek a nagy munkák vitték el. Egy, hány évvel tudtél ezeket köszönni el most? Szerintem 12-en vannak körülben. Csak ilyen változóban vannak ez egyetemen tölti az idejének felé, hogy több idejét, hogy nem is tudom, hogy hányan vagyunk. Megszámolom. Szóval egy ilyen 10 és 15 közötti létszámú építészirodának ahhoz, hogy jól fönnmaradjon és jól működjön kellene ezek a nagy munkák. Egyébként jól tesz, és igazából azt nem tudom, tehát én nem látok bele, mert nem szoktam így beszélgetni a kollégákkal, akiknek mondjuk most nagyon sok nagyon nagy melója van, és nyilván egy belügyi irodával csinálja ezt az egészet, hogy ő sikeresen képzi magát attól, hogy mondjuk éppen három óriási házat épít. Ezt nem tudom, hogy én nem szeretnék így sikeres lenni, azt gondolom, vagy nem tudom, tehát volt nekünk is olyan időszakunk, amikor több nagy ház épült egy ide, mert most sem lettünk 50-en. Hát szerintem az 50 fős iroda az már nekem nem az a siker, hogy egy 50 fős irodában mindenki kaptak el a gépbe, hanem szerintem az a siker, hogyha mondjuk le tudunk ülni pénteken 4 óra és mondjuk meghallgatunk egy előadást, és akkor megnézzünk egy filmet, mert különös van. Igen, hát pedig erős az a kapcsolati rendszer és a ez a családi jellege az irodának, ez nagyon családi fontos, tehát ez tényleg egy tudatos döntés is volt, mert voltak évek, amikor tényleg sok munkánk volt, és reálisan ez egy dilemma volt, hogy most mit csináljunk, bővüljünk fel nagyobb értékre, vagy hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, és akkor ez egy tudatos döntés volt, hogy nem szeretnénk elveszíteni ezt a családias alkotó műhely jelleget, és nem akarunk egy... Úgy mondjuk nektek azért a saját kivicsetek a saját magatok megfogalmazásának, ez a családias nyitott lépő, ez eléggé erőteljes dolog, és aztán így átmegy a házakba is. Ez azért is fontos, mert ha most magunkban nézünk, akkor az életünknek szerintem a nagy többségét azt a munkahelyen költjük, az irodába költjük, abba a közösségbe, ahol vagyunk. Mert innentől, ugye, hogy az ember mondjuk a család alapításban is próbál tudatosan választani, mert nem irodában volt kivelé. De nem alapítatok ki, tehát hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen légkörben tölti az ember ezt a napi 8-10-12 órát ilyen emberekkel. Na, szóval. Még egy kérdés, és aztán utána szeretnének titeket is megemlíteni, hogy visszatérve egy picit erre ez a profánabb részre, hogy miből lehet megélni, mert ugye ez itt a fő mottunk, hogy hogyan találnak meg titeket végül is, akkor hogyan kerül hozzátok egy megrendelő? Hát, valami minden, hogy mondjuk a válság előtt időszakban a pályázatokból hoztuk a munkákat, országos pályázatokat igyekeztünk megnyerni, és azokat hoztuk. Most az utóbbi időben ezek a kapcsolatok meg azért tovább vannak, vagy így működnek. Tehát, hogy megkeresek régi műtonfejlesztők, és kérnek tőle a munkákat, és ezek barátok meg a munkák, vagy olyan potenciális befektetők, akik még nem felejtettek el minket, azok így visszajönnek hozzánk. De most is próbálunk pályázatokon részt venni, tehát ez a rész meg
minket izgat inkább, hogy a pályázat az mindig egy szellemi kihívás, hogy erre tudunk-e a választ adni most, ami még jó, tehát tudunk-e megotlani az évadalban. Tehát pályázgatunk, és ugye akkor meg most meg nem tudjuk, hogy tudunk egy-két nagyobb építeni, ami azt jelenti, hogy most akkor egy kicsit nyugodtabban életünk a bárniáknak, vagy a szórakozásokat. Jól értem, hogy akkor a mostani megrendelőitek jó részt olyanokból kerülnek ki, akik a régi megrendelőitek új visszatérése vagy? Hogy valamilyen, valaki hallott rólunk valamivel, és akkor egy földi, és akkor megismerkedünk. De azért, tehát, hogy értsed, hogy nem nagyon tudunk így a megrendelők után menni, mert nem ismerünk embereket föntről vagy magasban, vagy nem megyünk oda, hogy hello, itt vagyunk, és segítsünk a munkát, hanem hogy így előbb-utóbb így azok az emberekkel, akikkel dolgozunk, azokkal meg tudnak olyan viszont föntartani, vagy olyan viszont hinni a munka végéig, hogy nem teljünk meg egymást a végén, és akkor még eszébe fogunk jutni később is, és szerintem ez működik. Tehát, hogyha most belegondolok a mostani két nagyobb házunk, azok olyanok, hogy valahol volt valaki, és akkor az, hogy szólt, és akkor megismerkedtünk, és próbáljuk. Tehát, hogy szóval nem nincsenek olyan kapcsolataink, amiket így lehet kapcsolatni hozzátok már. Világos. Mindig egy küzdelem igazából. Tehát maguktól jönnek. Nem tudjátok ti lepatintani, de önmaguktól viszont akkor jönnek, hiszen működtök valahol, csak kellene megrendelőnek is jönnek, nem? Igen. Vagy mondjuk így felajánlkozunk, hogy nem akartok olyan saját rájuk, és akkor jó, de igen. És hogy csináljátok? Hogy így majdnem ilyen volt a beolvadés, és akkor mondtuk, hogy mi meg nem szeretem csinálni, és akkor azt mondta, hogy olyan akkor csináltak, hogy egyben szeretnék. És akkor ez egy ilyen kapcsolat volt. De hát tényleg szerintem attól függ, hogy tud egy ilyen személyes kapcsolat kialakulni egy megbízó és a tervezők között, vagy pedig nem. Szerintem olyan nincs, hogy valaki így felolvozza az újságokból, építés csodásokat. Igen, ha jól értem, akkor arra utalsz, hogy egy már megkezdett kapcsolatból aztán lesz egy igazi megrendelő. Ugye a ház, tehát például a ház az behozza a megbízót, tehát van olyan, most olyan lehet